Németországban ekkor találkozott egymással az amerikai és szovjet hadsereg Lipcse közelében az Elba partján. Végre eljött a pillanat, amire oly régen vártunk, hogy találkozik egymással a nyugat és a kelet. A találkozóra április 26-án került sor, amikor az amerikai 69. gyalogos hadtest egyik egysége Reinhardt vezérőrnagy vezetésével átkelt az Elbán, és találkozott a másik parton állomásozó szovjetekkel. Minden készen állt a Berlin elleni végső támadáshoz. Hitler mindenre elszánt volt, az öregeket és a legkisebbeket is besorozta a város védelmére. Az ezer éves birodalma a végső apokaliptikus túlélésért való küzdelemre készül. április 1945. Josip Stalin Moszkvába összehívta főparancsnokait, hogy megkapják utasításait Berlin megszállására. Georgij Zsukov marsall, a Szovjetunió legsikeresebb parancsnoka vezényelheti a végső támadást az Odera folyón kialakított hídfőállásról. A Vörös Hadsereg egy másik csoportja, Iván Konyev marsall parancsnoksága alatt átkelve a Neisse folyón délfelé mélyen benyomul Németországba, elkerülve a német fővárost. Kettőjük között hatalmas szovjet sereget vonultattak fel, több mint 2,5 millió katonával. Felszerelésükhöz 6000 tank és önjáró löveg, valamint 12000 ágyú, mozsár és rakétavető tartozott. De a németek sosem adták könnyen magukat. A város védelmében körülbelül 1 millió katona vett részt. Többségük beásta magát megerősített állásaiba, különösen a Sziló magaslaton, ami az Odera völgyből meredeken emelkedett a magasba, pont szemben a Zsukov által indított rohammal. A védők között vegyesen voltak veterán harcosok, SS fanatikusok és tapasztalatlan újoncok, néhányuk alig 14 éves. És természetesen voltak a régi néphadsereg, a Volkssturm tagjai közül is. Hitler ekkorra visszahúzódott a Berlinben a birodalmi kancellária alatt kiépített bunkerébe. Egy erősen gyógykezelt, vánszorgó alak lett belőle, aki ideje nagy részét azzal töltötte, hogy egyre inkább a valóságtól elrugaszkodott utasításokat adott, már csak a képzeletében létező hadseregének. Nyilvános szereplései még ritkábbá váltak. De március elején rávették, hogy meglátogassa az egyik egységet, akik az Odera védelmére készülődtek. Ugyanebben a hónapban megszemlélte a Hitlerjugend egy kis egységét. Ez volt utolsó szereplése a kamerák előtt. Ám 1945. április 13-án az Egyesült Államok elnöke Franklin Roosevelt szívrohamban elhunyt. A háború egyik kulcs szereplője volt, akinek az volt a fő feladata, hogy rábírja Amerikát arra, hogy felsorakozzon a szövetséges offenzíva támogatása mögött. A náci propaganda miniszter Joseph Goebbels arra használta ki a történteket, hogy megpróbálja meggyőzni mindinkább elborult elméjű Führerét arról, hogy a szövetséges együttműködés szét fog hullani. A német győzelem még mindig visszahozható a vereség árnyékából is. De az illúziók hamar szerte foszlottak. 3 nappal Roosevelt halála után Zsukov megindította végső támadását Berlin ellen. A fronton 4 méterenként állt egy-egy ágyúja. De a német védők előre látták az ágyúzást, így visszahúzódtak biztonságos menedékeikbe.
Ennek köszönhetően, amikor Zsukov gyalogsága megindult, váratlanul heves ellenállásba ütközött. Hogy megmentse a helyzetet, Zsukov parancsot adott tankjainak a támadásra. De azokat is feltartóztatták. Ez alatt délen a Konyev második hadteste által indított támadás jobban haladt. Katonái átkeltek a Neisse folyón, és megindultak következő célpontjuk a Spree folyó irányába. Sztálin tovább fűtötte a két parancsnok közötti rivalizálást azzal, hogy utasította Konyev tankjait, hogy forduljanak északnak, Berlin felé. Kimondottan boldoggá tette a város bevételéért folytatott küzdelem. Háromnapos öldöklő küzdelem után Zsukov seregének sikerült bejutni a Berlin keleti külvárosaiba. Ezzel egy időben Konyev délről közelített a város felé. Elkeseredett német ellenállásba ütköztek. De 1945. április 25-én a két szovjet csapat találkozott egymással, és közösen Berlin elfoglalására indultak. Ahogy a küzdelem kerületről kerületre haladt előre, a civilek elkezdtek előbújni a pincékből. De a szovjetek semmit nem törődtek a megadás fehér zászlóival. A legtöbb német nőt és lányt megerőszakolták. További háromnapos véres harc után a város életben maradt védői visszaszorultak a Berlin belvárosában található szűk 3 kilométeres sávba. Minden utcáért és házért megküzdöttek. Aztán április 30-án a szovjet csapatok támadást indítottak a német parlament épülete a Reichstag ellen. Sztálin a náci hatalom szimbólumát látta az épületben. Itt erős golyózápor fogadta őket. Ezért az épületet nehéz tüzérséggel kezdték el ágyúzni. Aznap este a szovjetek rohamot indítottak. Irodáról irodára, emeletről fel le a folyosókon és lépcsőházakon keresztül harcoltak. Négy órába telt, mire az egyik torony tetején kitűzték a vörös lobogót. Másnap reggel, 1945. május 1-én az eseményt megismételték a kamerák előtt is. Ekkorra Hitler már halott volt. Április 30-án, ahogy a küzdelem a feje felett zajlott, a férfi, akinek őrült vágyai háborúba taszították a világot, aki tönkretette az egész kontinenst, és zsidók millióinak kiirtásáért volt felelős, öngyilkos lett. Sie wollten, Herr, kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. Wir können glücklich sein zu wissen,
Hosszú ideje társa Eva Braun, akivel előző nap kötött házasságot, vele tartott a halálba. Félig elégett holttestüket a birodalmi kancellária udvarán temették el. De a harc tovább folytatódott. Hitler Karl Dönitz admirálist jelölte ki utódjának, és a következő napokban az új vezetés próbálta megmenteni a végzete felé sodródó nemzetet. május 1945 egy nappal a halála után a német emberekkel tudatták, hogy Führerük elesett a csatában. De felszólították őket, hogy tovább harcoljanak a bolsevik veszély ellen. De a német vezetés szétesett. Berlinben Joseph Goebbels és Martin Bormann próbáltak az egész városra kiterjedő tűzszüneti tárgyalást kezdeményezni a szovjetekkel. De a szovjet parancsnok Zsukov marsall feltétel nélküli megadást követelt minden német haderőtől mindenütt. Ez több volt, mint amit Goebbels és Bormann teljesíteni tudott volna. A berlini harcok tovább folytatódtak. Aznap este Goebbels és felesége megölték 6 gyermeküket, majd ők is öngyilkosságot követtek el. Ugyanezen az éjszakán Bormann eltűnt. Az 1990-es években DNS teszttel igazolták, hogy egy Berlinben talált holttest az övé volt. Másnap Berlin megadta magát. Délutánra a városban mindenütt megszűntek a harcok. A német megadás híre országszerte megtette hatását. A következő napon Dönitz egy delegációt küldött a brit főparancsnokhoz, Montgomery tábornagyhoz. Felajánlotta, hogy a nyugat-németországi német seregek megadják magukat. Montgomery azt válaszolta, nincs felhatalmazása arra, hogy elfogadja a megadást az amerikaiak és a szovjetek nevében is. Csak azoktól a csapatoktól tudja elfogadni a megadást, akik ellene harcoltak. Dönitznek nem volt más választása, mint hogy elfogadja a Montgomery feltételeit. Így Németország nagy részén tovább folytatódtak a harcok. Dönitz ezért újabb delegációt menesztett a szövetséges haderő legfőbb parancsnokához, Eisenhower tábornokhoz, hogy a nyugati békéről tárgyaljon. De gondosan kerülte, hogy bármilyen utalást tegyen a szovjeteknek való megadásra. Eisenhower elutasította és ragaszkodott ahhoz, hogy a német csapatok részéről csak és kizárólag a teljes és feltétel nélküli megadás az elfogadható. Dönitznek ismét engednie kellett. május 7 hajnali 2:41 Eisenhower franciaországi főhadiszállásán Alfred Jodl tábornok, Hitler műveleti főparancsnoka 6 éves háborúzás után aláírta a feltétel nélküli megadást. Eisenhower vezérkari főnöke Walter Bedell Smith írta alá a szövetségesek részéről.
míg a Szovjetunió nevében Iván Szuszloparov tábornok ellen jegyezte. Az egyetlen, aki a szövetségesek közül nem örült az egyezménynek, az Sztálin volt. A Szovjetunió túl sokat szenvedett ahhoz, hogy lemondjon a németek elleni bosszúról. Ezért Sztálin leváltotta Szuszloparovot, és közölte, a Szovjetunió csak Berlinben tudja elfogadni a megadást. Ennek megfelelően másnap Hitler korábbi vezérkari főnöke Wilhelm Keitel tábornagy másodszor is aláírta a megadási dokumentumot, hogy eleget tegyen Sztálin kérésének. A Szovjetunió részéről Zsukov marsall írta alá, a nyugati szövetségesek pedig Sir Arthur Tedder-t, a légierő főparancsnokát küldték. ...1943. januárjában a néhai Roosevelt elnök és Churchill miniszterelnök találkoztak Casablancában. Akkor állást foglaltak a tengelyhatalmak feltétel nélküli megadásáról. Európában ez lépett most életbe. Szerte Európában és az Egyesült Államokban tömegek ünnepelték az európai harcok lezárultát. Ekkortól nevezik május 8-át a német megadásra utalva az európai győzelem napjának.